fenébe, minek jöttem egyáltalán ebbe a táborba? Menj már, arrébb fogod kell mosnom. Te meg miért vagy ilyen illetlen? Szerencsét, hogy közénk tartozol. Aha, szóval összejöttél Diannával, úgyhogy menőzöl, hogy nagy kosarazó vagy. Ki van el magával? Örülhetsz, hogy a csapatodban vagyok. Én vagyok a legmenőbb kosarazó. Mit mondtál? Nyugi, brovaszti, gyerünk edzeni. Na majd megtanítjuk ezeket a lúzereket. Gyerünk! Menj, mi? Na, lúzerek, megmostátok a fogatokat? Nem is értem, miért alszanak tovább. Keljetek fel! Hallod, ezek teljesen megbolondultak, égnek a gyertyák. Az erkélyen hideg. Mennyire van. Villámlott, még szerencsé, hogy van sisakunk. Igen, sisakkal nem vészes. Idióták. Nem értem, lúzerek, miért alszatok tovább? Keljetek fel, táborban vagytok, nem anyánál és apánál. Mi van, már fel kell kelnünk, pedig olyan szépet álmodtam, hogy rózsaszín egy szarvú. Patrik, te meg mit csinálsz itt? Menj félre azonnal! Én ezt most nem értem, reggel van, már ébren vagyunk. Patrik, hát nem érted, táborban vagy. Anya, apa nincs itt. A mama meg a papa sem, szóval keljetek fel! De mit fogunk csinálni? Kostya, itt melegebb van! Kész a reggeli? Kostya, mielőtt reggeliznél, menj és mosd meg a szád. És a fogaidat is mosd meg. Mosakodjatok meg! Csak rátok várunk! Nagyon fájnak a csontjaim. Patrik, nekem fájnak a csontjaim, a földön aludtam. Nekem semmi se fáj, milyen csodás reggel. Fiúk, ma este az ágyban alszunk, ti pedig az erkélyen. Igen, mi tisztára átfagytunk. Menő, mi parancsoljuk meg nekik, hogy mit csináljanak? Nem értem, hol vannak a pomponlányok? Nem értem, továbbra is alszanak. Nem tudjuk felébreszteni őket. Bolond vagy? Hát pont ez lenne a dolgunk. Oké. Bolond vagy, ott alszik az én hercegnőm. Jana, kelj fel! Ébresszük fel őket! Keljetek fel! Miért kiabáltok? Hol van az én hercegem fehér lovon? Olyan rémálmaim voltak. Ó, csajok, a kosarazók. Hercegnők, miért jöttetek a táborba, ha mindent mi fogunk csinálni? Mi már felébresztettük a lúzereket, de hol vannak a ti csajaitok? Még továbbra is alszatok, ez már nem is tábor, hanem pihenőhely. Kosarazók, elaludtunk. Adjatok egy percet, és készek leszünk. Oké, fiúk, menjünk ki. Jana, ne felejts el fogat mosni, különben nem foglak megpuszilni. Rovaszti, ezt meg miért mondod? Mi? Büdöskivel csókolózzak. Rovaszti, egyszer majd csak felfogja. Csajok, tényleg készüljünk el, a tábor ránk vár. Igen, gyerünk. Én le vagyok sokkolódva, a Bravaszti tényleg túltolta. Azt mondta, hogy büdös a szád. Én is le vagyok sokkolódva. Képzeld el, amikor neki büdös a szája. Én nem mondok neki semmit, nehogy megbántsam. Neki is büdös szokott lenni a szája. Ja, előfordul. Ja, minden fiú büdi, akkor nem is akarok fiút találni. Nasztja, nem minden fiú büdös. Vannak, akik törődnek magukkal, és vannak, akik nem törődnek. Na, csajok, gyerünk gyorsan megmosakodni, és akkor ébresztjük a többi lányt. Most már föl kéne ébredniük. Csajok, gyerünk gyorsan átöltözni. Igen, gyorsan. Csajok, hol az én melltartóm? Diana, honnan tudjuk mi, hogy hol a te melltartód? Diana, lehet, hogy én húztam fel. Nasztja! Viccelek! Diana! Jaj, Nasztja, milyen vicces vagy! Micsoda illat! Tudjátok, hogy Maruska horkol? Én pedig hallottam, hogy Gigi pukizik. Ó, Istenem, nyissunk ablakot! Keljetek fel! Reggel van, reggeli, szeretnék sós palacsintát hússal. Maruska, menj gyorsan megmosakodni, vannak szabályok, aha, tudod? Először mosakodtok, aztán reggeli, okvetlenül muszáj gyakorolnotok. Hé, ez titeket is érint, keljetek fel, csajok! Hurrá, tábor, medence, Gigi, ébredj! Nem tudtam, hogy valaki ennyi idős korában is szopogatja az ujját.
Megesik. Én szopogattam az ujjam. 13 éves koromig akkor szoktam le. Gigi, te továbbra is szopogattod a hüvelykujjad. Azt hittem, hogy leszoktál róla. Jaj, Knopa, tudod mit? Szükségem lenne mustárra, hogy abba hagyjam az új szopogatást. Hé, csajok! Tábor és nyári szünet! Na, készüljetek el, és megyünk gyakorolni. Várni fogunk titeket. Nagy erőnk, 1-2-1-2. Na, igyekezzetek! Mikor fogunk enni? Először megyünk az edzésre, és aztán eszünk. Van valakinek dezodorja? Nekem van. Ne add kölcsön, személyi higiéniád eszköze. Hallottad, személyi higiéniám eszköze. Hé, hey, Artyom, gyerünk! Menjetek ti, nekem valamit el kell intéznem itt. Ez fura. Artyom furán viselkedik, vár valamire. Oké, gyerünk. Ja, gyerünk. Ó, Artyom, szia, hogy aludtál? Hol vannak a fiúk? Hol az én Patrikom? Ő hogy aludt? Fázott? Betakarózott a paplannal? Gigi, menj is kérdezd meg Patrikot, hogy be volt-e takarózva vagy sem. Oké, csajok, menjünk. Gyerünk, Maruska. Knopa? Én? Igen, Knopa, te, tudnánk beszélni? Oké. Csajok, majd utolérlek titeket. Knopa, az a helyzet, hogy te és én táborban vagyunk, és Júlia meg nem jött. És? Szeretnél velem lenni? Tényleg? Hát nem is tudom. Átgondold át. Átgondoltam, szeretnék. Tényleg? Gyerünk! Tudod, mindjárt levágtam, hogy tetszem neked. Tényleg? Igen, néztél, amíg a muszban voltunk. Igen, néztelek. Ó, szörnyű, akkor kellett volna busszal mennem, amikor a többiek is mentek. Lehet, hogy nem volt elég hely, de legalább volt légkondi, és nekem most nagyon melegen van. Jaj, Diana, ez a tábor úgy elválasztott minket, hiányzol. Smiley, az én szívem továbbra is érted dobog, a tábor után minden ugyanolyan lesz, mint régen. Jana! Fúj, büdös vagy! Tudom, hogy csak bosszantasz, dühösen is szeretlek. Max, a munka az munka, személyes kapcsolatok nélkül. Jaj, én egyszerűen nem tudok élni személyes kapcsolatok nélkül. Max, a munka az munka. Álljatok le, elegem van belőletek párokból. Nasztja, ne legyél féltékeny, majd ha neked lesz fiúd, akkor majd megértesz minket. Nem jöttem neki ilyen vállalkozni kell. Azért nem a napot, hogy megtanultál, hogy kell szóvalózni. Igen. Na, kezdhetjük a gyakorlatokat? Gyerünk, gyerekek, gyertek ide! Knopa, gyere, lógjunk meg! Hova? Oda, ahol nem találnak ránk, a fák mögé! És ha keresni fognak? Egy csókot! Kicsibé, készen álltok, hogy sasok legyetek? Igen, igen, készen állunk! 1, 2, 3, 4! Valaki hiányzik? Artyom, hol van? Artyom! Csajok, mi történik? Csak két tanulónk van? Nem értem. Hol van Knopa? Ő még mindig alszik? Mondtuk neki, hogy keljen fel. Hát Knopa büntetést kap, nincs reggeli. Szörnyű Maruska, hol van Knopa? Itt volt. Knopa! Átyom, hívnak minket. Gyere, Knopa, menjünk vissza, de ne mondd senkinek, hogy együtt vagyunk. Olyanok leszünk, mint Rómeó és Júlia. Gyerünk! Na csajok, kezdjünk a reggeli jógával. Lemaradtam valamiről? Knopa, siess már, kiabáltak ránk. Knopa, ha késel a reggeli jógáról, reggeli nélkül maradsz, érthető? Nem érdekel a reggeli, a fogyás hasznomra válik. Knopa, figyelmeztettelek, most pószt váltunk. Nem tudom megcsinálni. Diana, szomjas vagyok. Gigi, hallgass rám figyelmesen, senki sem fog rinyálni ebben a táborban. De ha száraz a szád, külön csak nektek! Te a kancsó és hideg víz. Víz! Elég, adjatok nekem is, hogy igyak. Rendben, csajok, elég lesz. Megittátok az összes vizet. Most el fogom mondani, hogy mit fogunk estére csinálni. Ma este pillecukrot fogunk sütni a tűz mellett. Pillecukrot fogunk sütni a tűz mellett, nem fogunk csókolózni a fák mögött. Knopa, hozzád beszélek. Matelóról fogunk zenét hallgatni, csajok. Nasztja, majd ha otthon leszel, hallgat zenét a telódról. Táborban vagyunk, ez azt jelenti, hogy gitározni fogunk. Készen állunk. A sült pillecukor nagyon finom, így szét lehet húzni.
Igen, Maruska, én is szeretem őket, és veszek kolbászt is sütésre. De tévednek a csókokkal. Én ma csókolózni fogok a tűz mellett. Én is szintén csókolózni fogok Patrikkal. Nézd, milyen izgatottak a medence miatt. Nem sokáig lesznek. Aha, csak mi fogunk úszni a medencében. Smiley, adjunk nekik egy esélyt. Medence! Mi talán úszni jöttetek? Gyerünk a földre és 150 fekvő támasz. Na és mikor fogunk majd úszni? Indulás! 1. Gyerünk! 2. 3. 30 fekvőtámaszt csináltak, gondolod, készen állnak az úszásra? Már több fekvőtámaszt csinálnak, mint mi. Több fekvőtámaszt csináltak meg, mint mi. Összesen kijöttünk a formából, fiúk. Csendbe! Ezt nem mondjátok el senkinek. Gyerünk, miért vagytok ilyen lassúak? Medence! 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 Milyen medence? Te ott, gyenge vagy! Nehogy leálljatok! Nagyon hiányzik Smiley. Nekem is Grovaszti, még akkor is a büdöskének neveztem. Gyerünk, hívjuk őket. Fiúk, kosarazók. Ó, kicsikék. Szörnyű fiúk, mi annyira fáradtak vagyunk. Fáradtak vagyunk ettől a tábortól. Szeretnétek valami szép ruhákat? Meg cipőket? Cipőket is. Veszünk nektek mindent. Oké, csajok, akkor az maradt, hogy várjunk őszi. És akkor megkaptok mindent. Oké, fiúk, sok sikert. Köszi. Gyerünk. Gyerünk. Köszi, anya. Hello. Igen, megérkeztem a táborba. Anya, tudod, hogy miért vagyok itt? Artyom miatt. Mi nem tudunk élni egymás nélkül. Júlia, te mit csinálsz itt? Egyáltalán hogy jöttél be? Oké, anya, szia, majd hívlak este. Ó, Nasztya, szuper, hogy találkoztunk. Tessék itt a bőröndöm, vidd be a házba és vedd ki belőle a cukrokat. Hol az én kicsikém? Itt senki sem fog foglalkozni a bőröndöddel. Amúgy te egyáltalán hogy kerülsz ide? Jelentkeztél? Nasztya, jelentkeztem a neten keresztül, és kifizettem 3 hónapot. Vedd ki a cuccaimat. Oké, hát kitalálok valamit, Júlia. Ha hazudtál, bőrön nélkül maradsz. Nasztya, és hol van az én madárkám? A madárkád? Menj, derítsd ki! Hol vagy, madárkám? A te kis nyuszid megérkezett! Jaj, fiúk, ma este nagyon menő lesz, cuki és romantikus. Pillecukrot fogunk sütni a tűz mellett. Vettél pillecukrot? Mondta, hogy vegyél olyan színeseket. Persze, hogy vettem, 2 csomaggal. Fiúk, úgy tűnik, hogy van még egy új páros a táborban. Úristen, valakinek mázlia van, hogy Júlia nincs a táborban. Sok sikert. Maruska nézd, hogy a táborba való részvétel meg tudja változtatni az életet. Új párunk van. Igen, de a kismadár Júliával van. Nem, a táborokban csodák történnek. Kismadár, hol vagy? Ó, srácok, sziasztok! Hogy tetszik nektek a tábor? Szia, Júlia! Srácok, rendben van, izmosak leszünk, és őszig találunk magunknak csajokat. Igen, már érzem, hogy nőnek az izmaim. Te is eljöttél a táborba, pedig nem akartál. Júlia, ne menj oda. Patrik, miért ne menjek oda? Minden esetre, hol az én madárkám? A kis madár! Gyere! Megtalálom egyedül. Júlia! A te kis madarad bajban van. Nem, Knoppa van bajban. Hát is Knoppa haja. És olyan régóta növeszti. Júlia? Mi? Kismadár! Knoppa! Júlia! Kismadár! Knoppa! Hogy tehetted ezt velem? Júlia, egy ujjal se ér Knopához! Kismadár, nem fogom csak Knopát bántani. Mit ígértél meg? Állj meg, Júlia! Nyugodj le! Nyugalom, Júlia! Beszorultam. Júlia, javaslom neked, hogy vedd a bőröndöd és menj haza! Júlia, nem illeszkedsz a kapcsolatainkba. Oké, fogjatok le! Ne, Júlia, várj! Ne csináld! Kapcsolatok a táborban nem olyan könnyűek, mint ahogy kinéznek. Lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornára! Júlia, nyugodj le! Júlia, nyugalom! Nyugalom! Nyopa, őszintén, én félem! Artyom, menjünk! Gyerünk! Innen.